Elkezdődött a nyár, egyre többen mennek strandolni, töltik a napjaikat a parton. A víz azonban komoly veszélyeket is rejthet magában. Ezért lényeges, hogy mindig tisztában legyünk saját határainkkal, de az is, hogy odafigyeljünk a körülöttünk strandolókra, mondja a szakember. Ismét indul az új fürdési szezon, aminek hát főként szerencsére vagy nem szerencsére, de országosan sajnos azért több áldozata szokott lenni. Tolna megye egy kicsit talán kedvezőbb helyen van, hiszen nálunk azért jelentősen visszaestek a vízi balesetek számai. Ma azt kell mondani, hogy talán évente egy-két alkalommal kell csak kimennünk, ugye egy vízbe fulladt áldozatot megkeresni. Minden évben elmondjuk, ugye nagyon sokat beszélünk most már hosszú-hosszú évek óta, hogy hát sokkal jobban figyeljenek oda az emberek ugye a vízparton történő mindenféle mozgásukra. Én minden évben kiemelem, hiszen ez egy ilyen általános sablon, amit úgy megszoktak, hogy jaj, forró testtel ne menjünk be, meg ne ittassan ne menjünk be, ami természetesen mindegyik igaz, tehát forró testtel tényleg ne menjünk be, ittassan tényleg ne menjünk be, de én nekem a most már közel 25 éves tapasztalatom az, hogy azért a vízibalesetek nagy százaléka az általában a képesség megítélésének a hiányából adódik. Fontos, hogy ne csak elméletben tudjunk úszni, hanem a gyakorlatban is tisztában legyünk vele, mire vagyunk képesek, mennyit bírunk fizikailag. Hogy elindulnak a dombori átúszások, a Duna átúszások, stb., majd aztán félúton vagy negyedúton kiderül, hogy összességében 100 métert se tudott volna valójában önerőből megtenni, nem hogy egy veszélyes vízfelületen, tehát ugye most nevezhetjük a Dunát annak például, hiszen ott olyan sodródó tárgyak lehetnek, vagy bármi, ami azért megzavarja. Nevezhetjük ugye a domborit, ahol esetleg egy hínáros vízbe beleszalad, ami valamilyen szinten azért akadályozza, és ez esetleg megzavarhatja. Tehát ezeket nem veszik figyelembe. Nem veszik figyelembe ugye a saját, mondom, úszóképességüket is, amit azért az én tapasztalatom is, hogyha úszással foglalkozó szakemberek látnák, ugye, meg gondolom látják is, a sok embert, akik a vízben a mi szemszögünkből valójában az életükért küzdenek, ők úgy ítélik meg, hogy éppen úsznak, hát ezekből vannak a balesetek. Tehát, hogy egy fölösleges kihívásnak teszik ki magukat, amire valójában technikailag nem képesek. A szakember azt mondja, ha már mindenképp elterveztük, hogy egy nagyobb távot szeretnénk leúszni, legalább valaki legyen mellettünk, akár egy kis csónakban. Aki volt már Balaton átúszáson, az láthatta, hogy ott is kísérő csónakok vigyáznak a sportolókra, valamint 50 méterenként vannak megkapaszkodási lehetőségek is. De ezen kívül még sok mást is tehetünk azért, hogy felelősséggel élvezhessük a vízparton töltött időt. Vannak, akik ilyenkor az előszeretettel több alkoholt fogyasztanak, más dolgokon nem is nagyon akarnék beszélni, hogy esetleg ugye drogokat vagy valami, hiszen hát az aztán végképp nem egy jó kombináció a víz és a kábítószerezett szervezet. De ezek ugye megint csak a döntéshozó képességet befolyásolják olyan mértékben, aminek esetleg a hatására egy olyat fog bevállalni, amire technikailag, fizikailag nem képes. Megint csak az, ugye behősülünk, szokták mondani, erősre isszuk magunkat, és neki indulunk, hogy most akkor átúsztuk a Dunát, átúsztuk a Balatont, ebből megint csak gondok lesznek. Nagyon sokan használnak manapság különböző vízi eszközöket, ami szintén egy hamis biztonságérzetet ad, ezáltal beljebb mennek mélyebb részekre. Viszont elfelejtenek hozzá mentő mellényt viselni. Egy beborulás nem látható előre, váratlanul történik, ennek következménye pedig lehet egy olyan ijegységi állapot, amit nem biztos, hogy megfelelően reagálnak le. Azt kell mondjam, hogy ez teljesen feleslegesen történik meg minden egyes haláleset. Tehát ez mindegyike kivéthető lett volna, és hát azt gondolom, hogy hatalmas tragédia mindenki számára, aki egy ilyennek a közelébe kerül. A gyerekek esetében pedig, mivel nekik az ítélőképességük még nem fejlődött ki rendesen, a felnőttek feladata az, hogy egy pillanatra se tévesszék őket szem elől, ne hagyják őket eltávolodni maguktól. Nem is gondolnak bele, de ki lehet próbálni, hogyha a kisgyerekünk eltávolodik tőlünk mondjuk 15 méter, ami nem tűnik olyan soknak. Ha valami történik vele, próbáljanak meg gyorsan utána menni, és rá fognak jönni, hogy az a gyorsan, az egy adott felfokozott állapotba egy örökké valóságnak fog tudni a szülőnek is, és a kisgyereknek is, aki a víz alatt van éppen és nem kap levegőt. Tehát nem szabad, nem lehet megengedni. Tehát bizony, én is, mint szülő, a gyerekeim,
kartávolságnál távolabb nem mennek el tőlem bizony a vízbe, mert onnan még utánuk tudok egy pillanat alatt nyúlni, ha valami van. Ha tőlem elmennének 5-8-10 méterre, már azt se fogja tudni a szülő, hogy egyáltalán hova kell nyúlni. Tehát ez egy hányszor volt már példa, hogy elmerült az adott hozzátartozó, legyen az gyermek, legyen az felnőtt, és megpróbáltak utána menni, és soha nem találták meg, de nem tudják már megtalálni, hiszen nem képesek. Magyarországi vizekben látni nem lehet semmit. Sokaknak az sem egyértelmű, hogy mit tehetnek, ha valakit fuldokolni látnak a vízben. Érdemes itt is a saját tudásunkat és képességeinket józanul felmérni, mielőtt cselekednénk. Egy átlag állampolgár, vagy akár kettő is elindult, hogy megpróbálják megmenteni, akkor mindenki megfulladt. Ez volt a lényege. Tehát a helyzet megint az. Az átlag állampolgár, aki kint ül a parton, az nem képes arra, se fizikálisan, se úszás technikában, se semmiben, hogy ő egy pánikban lévő fuldoklót megmentsen. A szakember szerint, ha mindenki egy kicsit óvatosabban, felelősségteljesebben jönne-menne a vízben, ezek a tragédiák mind elkerülhetőek lennének.